random shooting fotózásra készülök, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy kockáik hogy fognak engem átalakítani. Ebből a fejből mit tudnak kihozni? Minden profi fotózás úgy indul, hogy ugye megérkezik a modell, frissen mosott hajjal, ez megvan, szakállal, hogyha kell. Könnyebb egyébként a szakállat levágni, mint visszaimádkozni, úgyhogy inkább meghagytam én is a szakállamat, most már tényleg úgy nézek ki, mint egy ősember. Megnézzük, hogy ebből milyen várat lehet építeni a mai nap folyamán. Kicsit formára vágom a hajadat, nem szeretném megváltoztatni nagyon a hosszát, hanem inkább csak a textúráját, és azt szeretném még, hogy itt egy nagyon picit vékonyabb legyen a hajad, hogy még jobban keskenyedjen az arcod, és a szakálladat még lejjebb visszük, és az is majd ki fogja hozni az ilyen álcsontot. Az a helyzet, hogy még a szakállamból nem nyírtunk, de már most fiatalodtam körülbelül 5 évet. Na, Csitikém? Mit szólsz? Minusz hány év? Minusz 10. Alakulunk. Most a következő lépés az, hogy a Barbie-val elmentek egy ruhapróbára. Ebben el lehetne menni edzeni. Két szigetkört futnék, és olyan, mint hogy 6-ot futottam volna le. Nem túl visszafogott sport. Mi a koncepció? Mi alapján válogattad össze a ruhákat? Az alapján, hogy ugye mindig elegánsan vagy felöltözve, és hogy most ne. Ne, úgyhogy egy kicsit rugaszkodjunk el a megszokottól, és igen, egy kicsit. Attól féltem, hogy ugye ki van kopva a szakállam két helyen, hogy ezt hogy fogjuk tudni megoldani. Most mi történik? Ó, az történik, hogy van egy olyan, hogy szakáll borosta szivacs. De ez egy nagy lukú szivacs, és akkor van a fekete színű vizes festék, azzal szépen közé tudok menni, tehát a képen teljesen egy textúrájának fog látszani a szakállat, tehát nem fog látszani ez a folt. Ugye reggel megérkeztem kócosan, kialvatlan szemekkel, óriási szakállal, hát és megvan az átalakulás, kész a haj, kész a szakáll, van egy ilyen diszkóval járó szettem, úgyhogy azt gondolom, hogy el is kezdhetjük a fotózást. Nem mondom, hogy nem érzem magam furcsán, valamintam körülbelül 12 darab nőiként. Mennyi? Annyi? Nem, 10. És ugyan 1 kiló beton. És igen, 10 kiló beton. Kicsit hátra. Ez így jön, ez így szép. Szupermodának érzem magam. Az is van. Na, figyeljetek. Csukott szem és fogás. Nagyon jó. Nagyon jó, Gergő. Az ott áll előre. Gyönyörűséges. Nekem a random shooting az egyik kedvencem, mert itt nem vagyok korlátozva, és nem művészeti vezetőknek dolgozom, vagy megrendelőknek, úgyhogy itt mindig alakul minden, és nekem ez a kedvencem, itt ki tudunk teljesedni, itt mindenki szakmabeli, mindenki azért csinálja, hogy egy kicsit eleresze magát, és amiért ezt a szakmát választottuk, igazából ez a lényeg. Annyira nem egyszerű a modellek életben. Kicsit furán érzem magam. Vannak ilyen fura lányok, fura kezekkel. Ez most a Barbie vágya volt egyébként a kocka, hogy ezt tudjam föl, és mivel én vagyok a modell, nekem van jelenleg legkevésbé beleszólásom abba, hogy mit fog felvenni. A random az arról szól, hogy egy kicsit másképpen megmutatni azt az alanyt, aki eljön hozzánk modellnek, és egy más világba belakni őt, és egy komfortzónájából kizökkenteni, ez volt a cél. Ez az a szakma, ami türelemre, önfegyelemre és mások munkájának tiszteletére tanít szerintem. Most is be kell, hogy álljak, árnyjátékolunk, kockáik már játszanak, aztán meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Az embereknek látnia kell, hogy ez el kell jusson csomó helyre, és ezért találtam ki ezt a kiállítás gondolatot, és aztán utána arra gondoltam, hogy ha már van egy ilyen hatalom a kezünkben, hogy ezek a képek ott vannak, akkor segítsünk alapítványokon, és hogy támogassunk. És idén pedig november 29-én lesz az Ankertben ez a kiállítás, és idén viszont a Fábián Júli Emlék Alapítványt fogjuk támogatni. Azaz. Nagyon jó, tartsad, megvan, jó? Megnézitek? Szerintem ez tök jó, a fejed is. Egyébként ez a legjobb. Mindig ez a... Meg vagyunk? A borosít. Szerintem igen. Meg nektek? Nekem jó. 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 Akkor meg vagyunk. Köszönöm. Köszönjük mindenkinek.
köszönjük!